kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, hogy ennyien itt vannak ezen a koranyári napon. Sajó László Halpon Dok című kötetének a bemutatójára készülődünk itt. A szerző Valai Péter és jó magam Jánosi Lajos részéről. És hát az a kicsi koreográfia, ami egy ilyen bemutatóhoz hozzátartozik, az úgy néz neki, hogy én egy pár szót mondanék erről a könyvről. Utána Valai művész úr felolvasna egy verset, aztán a Sajó Lacival egy néhány kérdés erejéig olyan két-két és fél órában beszélgetnénk. Utána a Valai úr felolvasna a könyv fennmaradó részét, és maradt még időnk, igen. Akkor választunk a polcokról különböző sajó munkákat. No, hát az itt méltatandó és ünneplendő könyvvel kapcsolatban nekem néhány 3-4 dolog jutott az eszembe, amelyek hát nyilván oda abba az irányba mutatnak, hogy miért szeretem én ezt a könyvet. Kellőképpen elfogultan fogok róla beszélni. Noha talán nem nélkülözve azt a fajta figyelmes műgondot, ami a könyvnek kijár. Szóval a Halpon Dok című könyv, azt gondolom, hogy a Sajó Laci ezt megelőző verses köteteit ismerve, amelyeket gondolom, hogy önök is valamelyest ismernek, egy következetes továbblépés ebben a költői munkában, amit évek óta, évtizedek óta zajlik. Hangsúlyozom ezt, hogy következetes továbblépés, mert ebben a kicsit pongyolatlan, de nem teljesen pontatlan fordulatban benne van az, hogy valaki hát nem enged a 48-ból, tehát abból a világképből, ami rá jellemző. Ugyanakkor mondhatni azt, hogy azok az elemek és azok a motivumok, amelyekkel régóta dolgozik, azok itt is szervezik ezt a kötetet. Ugyanakkor pedig, ha úgy tetszik, mint minden jó költészet esetében meg is haladja az előzőeket, vagy olyan szándékokat lehet benne kitapintani. Amit a Sajó versbeszédének sajátjaként érzek, és nagyon-nagyon szeretek, és az itt is megragadható, hogy egy olyan bátor és szabad nyelv keresés alakítja ki a saját beszédterét, amely noha formabiztonsága nem kétségbe vonható, de ugyanakkor sosem válik a formáknak a rabjává. Anélkül, hogy bármilyen módon a dilettantizmusnak az árnyéka vetődne erre a költészetre, ott van a szó legszebb és legeredettibb értelmében műkedvelői szabadsága ennek a hangnak, amit ezekben a versekben lehet hallani. Körülbelül úgy érzem ezt, mint amikor az ember bármilyen könyvet, amit addig még nem olvasott, és ez az időszak mondjuk úgy a gimnazista évekre tehető általában az ember életébe, szűz kézzel tud nyúlni bizonyos olvasmányokhoz, és azoknak a megrendítő ereje az olyan elementárisan hat rá, mint aztán azt követő életében már nem biztos. Azt gondolom, hogy a Sajó Laci versei bármelyik költeményről van szó, ugyanazzal az eredendő nyíltsággal és bátorsággal nyúlnak ahhoz az anyaghoz, amiről beszél, ahogyan le tudjuk olvasóként magunknak fordítani azokat az élményeket, amelyekre az előbb utaltam. Azt is hozzátehetem még ehhez, hogy forma nyelve van természetesen, mint minden erős költészetnek, de
forma elve igazából nincs. És ez a kettő közötti, tehát ezzel a distinkcióval tulajdonképpen azt akarom mondani, és azt próbálom megerősíteni, hogy van egy olyan fajta naív szabadságfoka ezeknek a verseknek, amelyekkel szerintem a magyar lírában kevesen bírnak. Nagyon sokan előbb-utóbb valamilyen rutinba vagy zsánerbe állnak bele akarva akaratlanul. Sajó Laci ezt ösztönösen bőr alatti érzékkel kerüli el. Hogyha ezt a könyvet olvassuk, akkor nagyon sokféle réteg tárulhat fel a kíváncsi olvasónak. A kereteit tekintve már néhány szót mondtam erről, de akkor érdemes kitérni arra is, hogy az a szabadság, amit itt megpróbálok ilyen-olyan szögekből megközelíteni, az például a hagyományválasztás, vagy a hagyományon belüli mozgásnak a szabadságát is jelenti. Tehát amennyire önelvű ez a könyv, amennyire öntörvényű ez a gondolkodás, annyira öntörvényűen bánik azzal a magyar irodalmi és ezen belül költészeti hagyománnyal, amelynek különböző szereplőit újra és újra megszólítja és szóra bírja. Tehát van egy olyan olvasástapasztalati vagy rétegzettsége ennek a könyvnek, amelyet, hogyha elolvasunk, akkor egy olyan világban találjuk magunkat, ahol nagyon sok felmenő és rokon és különböző szereplő nyújt egymásnak kezet, amely kézfogásokat aztán a Sajó Laci egyfajta médiumként formál meg, és ezt is nagyon-nagyon erős rétegének tartom a könyvnek, mert hogy ez egy sok nemű hagyomány, vagy egy sok a hagyománynak a sok neműségét megszólító költői tekintet, ahogyan Janus Pannoniustól József Attilán keresztül mondjuk Esti Kornélig számtalan alakmás formájában ad randevút egymásnak az az irodalmi hagyomány, amely, vagy annak az irodalmi hagyománynak a főfigurái, vagy a Sajó Laci által szubjektíve fontos figuráknak kijelölt szereplők, akik ebből adódóan nagyon szépen és nagyon érdekesen és az izgalmas szubjektivitásban mutatnak, vagy emelnek fel egy költői világot. A harmadik, ami eszembe jutott, és amit fontosnak tartok ennek a kötetnek, zárójelben azt mondom, hogy is kapcsán elmondani, az pedig és ez nyilván vissza, talán minden próbálom úgy alakítani, vagy úgy megmutatni ezt a könyvet, hogy visszakapcsolódik néhány alap felvetéshez. Tehát, hogy a szabadságnak ahhoz a kérdéséhez, amelyet például az a gyerekhang jellemez, ami a Sajó könyveiben, mondjuk az elmúlt, a legutolsó két könyvben például, hogy csak az emlékezetünket mégis valamilyen foglalatba, mederbe foglaljuk, nagyon-nagyon jellemző. És az mindig egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan lehet egy gyerekhangot elevenné tenni, hogyan lehet elkerülni azt a fajta szentimentalizmust, amely minduntalan egy felnőtt nézőpontból próbál nosztalgikusan behelyettesíteni egykori alanyi nézőpontot. És azt látom, hogy nagyon kézenfekvőek, vagy nagyon természetesek azok az átmenetek, amelyek ezek között, a hangok között egy közös összhangzat annak a lehetőségét felvetik. Gondolom, hogy ez azért is van, mert ugye a költészetről sokféleképpen gondolkodhatunk, de minden bizonyan mindannyiunknak eszünkbe jut az, hogy hát azért ennek mégiscsak volna az összes, hogy az irodalmi műfajok között egy olyan jellegű kitüntetettsége, hogy kétségkívül megőriz valami olyan ártatlanságot, ami
ami mondjuk a gyerekkornak a sajátja. De hogy ezt hogyan őrzi meg, az nagyon sokféle, az nagyon, annak nagyon sokféleképpen sok lehetősége adódik. Itt valahogy nagyon kézenfekvőnek, magától értetődőnek vélem azokat a hangokat, vagy azt a gyerekhangot, amellyel a Sajó Laci él, és amely ide-oda nem csak az úgynevezett mondjuk tematikusan gyerekverseknek, ugye gyerek témájú verseknek mondható műveknek az esetében van így, hanem végeredményben az egész költészetnek megvan ez a fajta természetessége, és ez azt hiszem, hogy feltétlen erénye. Nyilván az a szabadság szempontjából vagy összefüggésében is mindazoknak, amelyeket elmondtam, annak, ha nem is rezümőjeként, de valamiféleképpen azt gondolom, hogy összefoglalásaként azt lehet mondani, hogy a szabálytalanság az, ami rabulejtő ebben a költészetben. Tehát, hogy nyilván szabálytalanság csak egy szabály követ, nem is szabály követő, hanem a szabály ismeretek esetében lehetséges. Ezek a szabályismeretek nyilván megvannak, ebből következőleg válik egy igényes szabály, az igényes szabálytalanság költészetévé ez a kötet is. És amikor majd itt beszélgetni fogunk, akkor nyilván ezeket majd szóba fogom még hozni, amikről itt én külön már nem szeretnék beszélni, de roppant érdekesnek tartom, és nagyon erős hát ilyen alkotói és termékeny feszültségnek azt is, hogy a profán és a szakrális között egy megint csak nagyon érdekes átjárást teremt a Sajó költészet. Tehát amikor mondjuk az evangéliumokra, vagy pedig Assisi Szent Ferencre, hogy csak két erős támpontját mondjam, vagy két másik erős támpontját mondjam ezeknek a szövegeknek, hivatkozik és hagyatkozik bizonyos értelemben, akkor nagyon izgalmasan, nagyon nyersen időnként, vallomásos, mondjuk a magyar irodalom szép és erős vallomásos Isten tagadó, tehát Isten igenlő, tehát Isten tagadó hagyományát szólítja meg, amelynek hát nyilván az egyik csomópontja, vagy az egyik súlypontja József Attila. Úgyhogy a Halpont Dok című könyvvel azt hiszem, hogy sokféleképpen lehet bánni. Én ilyen vázlatos módon körülbelül így bántam vele, vagy ezek jutottak eszembe. És most akkor megkérem Balai Pétert, hogy olvasson fel egy verset, és utána Lacival egy kicsit beszélgetünk. Én egy pár szót szólanék. Megbeszéltük, hogy jelmezben jövünk, és úgy látom, hogy csak ketten tartottak be. Ez nem a paraolimpia tiszteletére van. Megmondom őszintén, nekem van kitűző, igaz, hogy a zsebemben tartok. Arra ráírtam, hogy don't talk about it. Na most ez van itt a zsebembe. Minden esetre csak annyit szeretnék mondani, hogy napi 3-4 ember adja át nekem a helyet a villamoson. Nem olyan 30-32 éves emberek, nők is, és de a legnagyobb, a legbüszkébb a Moszkva Szélkámán téren valaki így utána szólt, hogy hé, bunyós, adj egy pár forintot. Na most ezt még nekem nem mondták. Hívom, azt hitte, úgy látszik, hogy valami új küzdő sportágban lesz. Na most így, hogy eljutottunk rögtön Magyarországra, rögtön egy magyar témájú, bár kis görög beütéssel. Hungaro Barbaro. Kavafis. A Barbárokra Várva című verse nyomán, Somlyó György fordítása. Mire várunk tolongva mind a Kossuth téren? Hogy végre ma a barbárok betörjenek. A parlament miért így tétlen s tanácstalan?
Miért nem hoznak törvényt a képviselők? Mert várják, hogy a barbárok betörjenek. Milyen törvényt hoznának még a képviselők? Majd hoznak a barbárok, csak betörjenek. Miért kelt fel császárunk ma így korán? És miért ült ki a parlament elé trónjára, koronával, ünnepélyesen? Mert várja, hogy a barbárok betörjenek. S a császár méltóképp készül fogadni fő emberüket. Együttműködési nyilatkozatot iratott, hogy átnyújtsa neki dicső címekkel és jelzőkkel is kicirkalmazta ékesen, méltatván saját dicsőségét és elévülhetetlen érdemeit a barbárok zökkenőmentes betörésének előkészítésében. Miért jő két közjogi méltóságunk, az egyik Attilában, a másik Bocskaiban, s az alkotmánybírák talárban, az egyházfők díszöltözetben, melyben ünnepen szokás? Miért van fülükben füldugó, orrukban takony, szájukban rágógumi? Miért díszítik őket fényesebb a láncnál kardok, és térdepejle csókod meg a gyűrű az ujjukat? Miért vették ma éppen arany és ezüst szálakkal vastagon font karikás ostorukat? Mert várják, hogy a barbárok betörjenek, és a barbárt az ilyesmi elbűvöli. Miért nem gyűltek össze a vezérszónokok, hogy szóljanak, s elmondják a mi lelkükön? Mert várják, hogy a barbárok betörjenek, s a barbárokat untatják a szép szavak. De miért egyszerre ez a zűrzavar, ez a felbojdulás? Milyen sötét lett minden arc? Miért néptelenednek el utcák és terek? És miért siet kiki otthonába komora? Mert élet, és a barbárok nem jöttek el. És motoros futárok érkeztek a határállomásokról, jelentve, hogy barbárok többé nincsenek. És most vajon barbárok nélkül mi lesz velünk? Ők mégiscsak megoldás voltak valahogy. Valamit tenni kell. A császár nem mozdult trónjáról, nem tépi össze az együttműködési nyilatkozatot, melyben a legteljesebb, ám de szuverén lojalitásáról biztosította a barbárokat. A közjogi méltóságok, az alkotmánybírák, az egyházfők idegesen toporognak a trón körül, a nép bezárkózott. Mi lesz most, hogy barbárok többé nincsen? Motoros futárok érkeznek a határállomásokra, minden állomásra és megálló helyre, s ahová nem jár vonat, se busz, se madár, a császár parancsával, hogy barbárok pedig vannak. Mi vagyunk a barbárok. És mindenki megkönnyebbül. A komorság felhője mögött derűs arcok bukkannak ki a fényre, a sötét éj után meg annyi piros posgás nap, megtelnek az utcák és terek, azóta tart az ünnep, minden nap egyaránt piros betűs, ebben az immár egyáltalán nem néma, de örömös tartomány. Maci, nem is veled kezdeném rögtön, hanem a Pétertől szeretném megkérdezni azt, aki már itt az elmúlt 30 évben legalább a magyar kortárs költészetnek a jelentőseit interpretálta, olvasta,
és így tovább, hogy amikor a kezedbe kerül egy ilyen kötet, és mondjuk ezt a két verset, ezt te választottad, vagy a Laci? Te. Akkor, tehát akkor mind mész át, vagy hogy zajlik le az a belső munka, ami egy ilyen könyvben mutatót megelőz, mert tudom, hogy ebben nagyon sok munka, lelkiismeret, figyelem van. Hát a legfontosabb, hogy mi érdekel. Érted? Szóval megmondom őszintén, főleg elsőnek az ember lapoz. Egyébként az az igazság, hogy vannak versek, vannak prózák, amiket terjedelmi miatt valamilyen módon el lehet mondani, befogadható valamennyire, egy órás, 50 perces műsorban, és vannak, amik nem. Már olyan módon, hogy terjedem. Akkor van valami, ami, hopp, ez például a Barbárokra, én nekem rögtön a Petri György Örök Hétfőn című, főleg itt a piros, minden nap piros betűs lap, az a Petri Örök Hétfőjére, hopp, ez tényleg most az a másrészt rendkívül aktuális. Honnan loptam le? Nem, akkor mondtam a Lacinak, hogy ezt fogom mondani, azt mondja, ne is mondd most részt a parlamentet, azt mondja, hogy még kemények a világ. Úgyhogy valamilyen módon jó megszólítani a közönséget, hogy azért föl kéne kelteni az érdeklődést, mert annak nincs semmi értelme, hogy az első szótól az utolsóig felolvassuk. Erről valahol én szerintem 6-8 percnél többet egyszerre verset nem lehet mondani. Prózát is csak Kertész Imre meg az Eszterházi mondhat, a Vígszínház színpadán a saját. Ők is azért 50 percesek voltak azért. De ők ezt megtehetik valamilyen fajta módon. Na most nem tudom, Tolstoj a háború és békét, amikor ott befejezte, és kiültette a muzsikokat, és elkezdte olvasni az elejéről a végéig. Szóval én szerintem ott ez a 17-es forradalomnak egy előkészülete lehetett. Ez a híres Karinti, vagy nem tudom én, olvasok, vagy lőjük című dolog. Szóval van bizonyos terjedelme, szóval valamilyen módon azért, ami föl kell tenni az érdeklődést a könyv iránt, valamilyen kapcsolódási pont kell, tehát az, amiben hopp, ez olyan, elnézést, hogy így mondom, hogy ez olyan, mint az, nem olyan, csak valamire, ez itt, vagy pedig valamilyen előadói okból ezzel lehet valamit csinálni. Szóval egy picit talán színházat lehet csinálni, ami viszont elég fontos mindenfajta versnél, meg mit tudom én. Sajnos legnagyobb bánatunkra már előadóknak a költők, írók egyre jobban mondják a saját versüket, meg a saját prózájukat. Ez egy nagy disznóság. Ezt kikérem magamnak. Én nem. Te egy rendes ember vagy. De tényleg nagyon jól mondják. És az a helyzet, hogy nagyon kevés van, aki nem tudja. Emlékszem, még a 2000 című folyóiratnál, ami 2000-ben volt, és én konferáltam, és csak annyi volt az instrukció, hogy van olyan költői író, aki nem szeretné olvasni a saját művét, azt mondja még. Na most akkor még nagyon sokan voltak. És onnantól kezdve, hát nem azért mondom, de a Merlinben volt az is éppen, valami nagyon szép estet csináltunk ki, Jordán Tamás, mit tudom én, nagyon jó nevű előadó, Kézdi Gyuri, Fodor Tamás, minden. És a Fehér Gyuri filmrendező akkor még élt, mert a másik már nem mondta volna, és kérdeztük tőle, hogy milyenek vagyok, milyen. Hát Déri Tibortól kezdve mindenféle költ, minden mondtunk, és a Fehér Gyuri mondta, hogy jók vagytok. De ki volt az a kis alacsony ember, aki ott az olvasta? Az a Parti Nagy Lajos, az egy zseniális színész. Hát mondom, hol a gyerekes? Az anyádat, hát az a saját szövegét mondja. Na de így, ti ezt nem tudjátok elmondani. Na akkor nyomta belénk az első tüskét, így, hogy azóta a költők, írók
Hát most nem csak azért mondom, de a Kornis Mityu a saját versét úgy tudja mondani, mondjuk egy kicsit köpködve, de azért nem kell köszönni. Szóval azért nagyon-nagyon szépen följött az irodalom, és általában úgy látszik, valószínűleg a kiadóknak is van egy ilyenjük, hogy lehetőség szerint az, aki megírja, az akár felolvasó körúton népszerűsítse is a saját művét. Szóval erre van egy ráhatás, és az író, azt hiszem Németországban, meg nem tudom én, ez egy külön műfaj. Ami nem azt jelenti, hogy neki ebből önálló estet kell csinálni, de az, hogy az írót és a költőt a saját szövegével egy időben látják, hallják, az a közönségnek azért ad egy támpontot. Én szerintem. Bocsánat, kicsit hosszú. Csak mikrofon. Például ez a legnagyobb szám, amikor az író vagy a költő nem tudja, hogy mikrofon kell veszni. Egy kettő. Hát most a Péter elmondta, hogy hogyan áll össze egy ilyen este, vagy egy ilyen alkalom az ő szempontjából. Elkerülhetetlen, hogy azt kérdezzem, hogy egy kötet hogyan áll össze. Tehát ugye ez is ciklusokba rendezett, tehát azt hiszem, hogy érdemes volna arra kitérni, hogy ebben mikor lép, tehát hogyan indul el egy ilyen könyvnek a szerveződése, és honnantól kezdve válik mondjuk egy tudatosan szerkesztett anyaggá, honnantól kezdve látod azt, hogy akkor mondjuk ezt a ciklust, vagy azt a ciklust, vagy amazt a ciklust emeled be, azt megerősíted, azt már helyben hagyod, mert rendben van. Tehát, hogy van-e egy ilyen fajta jellege a dolognak, vagy pedig arról van szó, hogy hát jönnek a versek, és aztán egyszer csak eljön az adminisztrációs pillanat, amikor mondjuk egy kiadóval arról lehet beszélni, hogy itt az elmúlt időszakban ennyi vers megszületett, és ebből egy könyvet kéne csinálni. Hát tehát ott kezdődik, hogy az ember írja a verseit, ugye külön-külön, és akkor ennél a könyvnél az volt a kivétel, hogy tehát mindig bajban voltam a címekkel, mert a könyv címekkel, az a legvégén jött, mondták nekem, súgták nekem, nem a belső hang, Isten őrizem. Itt viszont megvolt a címem, tehát tetszett nekem, Halpondok, de jó. Na most én ezt igazából már 4 éve ott van a papíromon, van ilyen papírom, és rá van írva, és mondom, hát ez akkor kell valami verset írni, na most azt nem sikerült, viszont írtettem egy könyvet hozzá. Most amikor összerakom a könyvet, mindig úgy van, te mondtad itt a gyerek verseket, hát gyerekverseket próbáltam írni, tehát hogy nem jött össze, tehát gyerekverset nem tudok írni, abból mindig valami felnőtt vers lesz, valaki meghal közben, vagy mit tudom én. És minden egyes könyvem, hogyha megnézed, gyerekversekkel kezdődik, gyerekkoromról és a többi immáron. Azzal elkezdem, megszületik gyerek, aztán ott a végén meghal ez. Azt én éppen most a hatis Szent Ferenc, és akkor közben ott azért történnek dolgok. Amit a Péter mondott, ez a vers például az úgynevezett magyar versek ciklusból való, amely könyvet meg kell írnom, mert most kapom rá a lóvét jövőre. Hát majd nem örülnek neki, mikor meglátják, hogy ez a magyar versek. Ez is egy tendencia. Tehát, hogy itt élünk ebben az országban, azt azért, ha másnak nem egy halanyi költőnek ugye meg kell írni, és közben, ahogy te mondtad, a kirándulások a istentelen és istenes, de hát azok igazából játékok, tehát.
Legalább ennyi. Tehát, hogy egy könyv ugyanáll össze. Azt mondtad, hogy játékok ezek, de hát azért ezek nagyon... én, hát nyilván minden szerzőnek nehéz dolga van az olvasókkal. Ez régi dolog, de mondjuk ezeket én egyáltalán, tehát legalább olyan hangsúlyos szövegeknek tartom, és hát nyilván itt most az Assisi Szent Ferenc figuráját már én is szóba hoztam, és most te is mondod, tehát azért ez egy visszatérően erős alak ebben a költészetben. Nagyon, tehát mérlegelted-e egyáltalán, és akkor még nyilván az Esti Kornél is szóba kerül itt, hogy amikor ilyen nagyon hangsúlyosan a kultúrában rettenetesen emblematikus erővel bíró figurákat emelsz be, vagy a költészetedbe, akkor nem volt-e benned egy olyan rebbenékeny félelem, hogy esetleg ez agyonnyomja, és túlzottan is abba az irányba indítja el az asszociációkat, tehát hogy visszaszívja végül is az önálló költészet erejét az eredeti mítosznak a világa. Tehát ez egy ilyen szempontból egy Isten kísértés, szerintem jól sül el, de hogy sose volt ebben benned ilyen szempontból kételj, hogy túlvállalsz, vagy túllicitálsz. Hát igen, az a baj, hogy ugye nem tudunk, tehát szemérmetlenül úgy szólni önmagunkról, önmagamról, hogy mégiscsak szemérmesen, egyesztem első személyben, tehát valami követőt, hogy csak úgy fordult el, hogyha más mondja el. Tehát itt most a szemérmetlen nem feltétlenül a szemérmetlen dolgokat gondolom, de ott is. Tehát például Assisi Szent Ferenc arra jó, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy egy ilyen istentellen, istenes játékot, amit én már csinálok 40 éve, ami nem tudom eldönteni, persze, mert azt nem lehet eldönteni, mert ez nem kérdés, ez nem kvíz kérdés, hogy valahogy talpon elsőjez, hogy Isten van-e, vagy nincs, kész, nincs. Rossz találat elsüllyedti, hoppá. Nem eldöntető, viszont az egész kultúra, más nem, a világ e körül forog, tehát Isten körül akkor is, hogyha nincs. Tehát én ezt, és ezek a figurák, például Assisi, de hát még mondhatnék, pontosan ez ebben, hát jó, hát nem mondom, Jézust, ugye, mert tehát ugye nem mondható, akik ebben élt, akik az utókor, persze úgy, hogy mondjam, kommunikálta őket, hogy ők azok, akik, hát bocsánat, egy kicsit bonyolult, én értem, na szóval, mi is volt a kérdés? Ki vagyok én? Válasz már megvan. Ki vagyok én? Már kérdést kell visszakeresni. Pál apostol, igen. Tehát ez a fajta bujócska, tehát a szerep, hát az igazából nem a bujócska, mert hát ha belegondolsz, Esti is egy szerepbe bújt, tehát itt mindenki bujócskázik. Az abszolút nem zavart, hogy ezt kitalált a Kosztolányi, további jött Eszterházi, és a többi, és hogy az olvasó mit gondol, már bocsánat, engem baromira nem érdekel, hogy mit gondol az olvasó, hogyha ebben gondolkodnék, akkor én már kész, meghalnék, hát most akkor mi, most akkor én ott vagyok, kész, egy papír, kész, aki akarja, én most ezt leírom, aztán beírom, aztán kinyomtatják, aki akarja, olvassa, abszolút, tehát abszolút nem érdekel, én, nekem van 120 pontom, abból megírtam 92-t, még van hátra, nem tudom mennyi, azt megírom, aztán lesz, ami lesz. Jobb nem lesz. Az biztos. Péter, akkor megkérünk, hogy folytasd ezt a... Költők a teraszon. Még melegít a simogató nap a teraszon, gígig takaróznak a költők. Ülnek,
vagy fekszenek. Csak Petri ácsorog, ő nem beteg. Egymás után szívja a cigit, és vodkázik, és viszkizik. Az ivócsarnokból jött, a vegyesboltból, meg kocsma is. Hegyi vegyi Jimmy volt ma is. Tudják, az orvosok, a portaszolgáló, minek, kinek is szólnának. Egy élő halott betegnek. Én nem halok meg ezeknek, mondja Petri. És mégis leül, egy újabb krimibe mélyed. Ott az elején van halott. És nem köpi ki, mert be se veszi a gyógyulás maszlagot. Az orvosság méreg. Minek a szanatórium? Nem segít, csak az ópium. A teraszon, ha nem is zajlik, surrog az élet. Milyen kerek most a nap, és forró. Teát osztanak a nővérek fehér zokniban, papucsban. Meghaltam, vagy csak aludtam, kálnak ki, nehezen ébred. Terasz, rímnek, ez se rossz. Okonai, én szólok hozzád, te tudtad, hogy a teát brómozzák? Szegény Janusz a táborozáskor, vitéz meg, hol is máshol, temetésen lett beteg. Nézem a nővér, éjjel elképzelem, köröttem alszik a kórterem, de hiába verem, fel se áll. Ez már a halálos ítélet. Isten engem úgy, nem iszom több teját, panaszkodik Janusz vitéznek. Képzeld el az izmos hullaszállítót, köcsög, mondja vitéz, mellette fazekas, fölröhög, pedig már azt hitték, halott. Janusz seggű, hol a gyerek? Nem? Téged basznak, ha nem baszod. Egy jó bemondás, több se kell neki. Még egy Mihály, s még egy debreceni. Hely, földi, ha itt lenne földi, mehetne az ulti, én beszállhatok. Szól Janusz félénken, mire vitéz, jó, de te leszel középen. És úgy röhögnek, aranyos lájmat fölköhögnek. Tóth Árpád morog, csendet kérnék, a végén még életre vidítanak. Melegít a nap, a borzolva simogató. Akár egy óramutató, a nővérek körbejárnak, hozzák a repeta teákat. Repeta, repetitív. Látom egész nap Karistól, mondja Mihály, ma megint mit írt, kérdeznék Osztolányi Babistól, ha szóba állnának egymással, de hát ez szóba sem jöhet. Egy-egy gondolatot lemásol, például Mihály, volt ma köpet? Köpni se tudok, se nyelni. Esélyem sincsen szemerni. Így leveleznek meg annyi hulló cédulán. Lassan múlik a délután. Itt jön a nővér, csezd meg te, és ne emlegesd a köptetőt, te meg ne rímeltesd rá a hegytetőt, és egész nap jön, megy a szöveg, gyűlnek a cetlik, mint csészében a köpet. Mondja, maga költőféle, hogyha kérem, megkeféle, így telnek a napok, az éjjelik. Desiré szorong, hogy a két nő egyszerre érkezik.
alacsonyan szállnak a múzsák. Izgalmában egy ceruzát csonkig lerág, míg eszébe jut a rím gégerák. Baka Pista, hát itt vagy te is, moj, dragoj, drug, örül, hodaszevics, tud kivel beszélgetni. Fölnéz Sztyepán Pehotné, az életből elég ennyi, a költőt olvasatlan kéretik elégetni. A nővérek összeszedik a teás, a köpülcsészéket, ma se történt semmi. Ennek a napnak is vége. Petri a krimi végére ért, már nem részek. Az életből jutott nekünk mára is. Ki a gyilkos, kérdezi Márai. Petri ránéz, rekedten felel. Öngyilkos. De már fel sem nevet. Márai se. Ez nagyon gonosz volt. És nem ugrik le a teraszról. Sötét nap, hogy elvakítsz, elkiált, és halvakítsz, hát? Nem volt itt túl sokáig, és temethetjük Bakát is. Lement a nap, föld alávaló. Ó, az Isten, az alávaló megteremti Kányt, kötné fel magát. Ez megőrült. Szegény Juhász Gyula, nem segít injekció, kapszula. Na, menjünk. Holnap is nap, indul Novalis. Elígy, engem betolnak. Nem lesz reggel, se holnap. Szétnéz Isten. Elégedett. Hol az a sok tüdőbeteg? Bent vannak, ha kint sincsenek. Krisztián Morgenstern sem látja, már a hold kell fel. Jó éjszakát, és jó reggel. Ó, nap, senkit sem találsz itt. A teraszon a szél játszik. Tonna cédulányi verssel, mint a tüdő csúcsán a jég. Hol voltunk, hol nem voltunk, a teraszon egyszer. Hát köszönjük szépen. Az itt lévőknek, Valai Péternek, és hát a Halpondok című könyvet ajánlottuk egészen biztos, hogy legnagyobb örömünkre, úgyhogy olvassák és beszélgessenek sokféleképpen a szerzővel. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.